A 90.9 Jazzy Rádió immár 7. alkalommal hirdette meg a Jazzy Jazz Dal versenyt. Ezzel kapcsolatban beszélgetek Malosik Róberttel, Pernye András díjas jazz szerkesztővel. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt és a Jazzy Rádió hallgatóit. Ugye erre a Jazz Dal versenyre új szerzeményekkel vagy átdolgozásokkal lehet jelentkezni, melyik a jellemzőbb? Többnyire saját szerzeménnyel szoktak jelentkezni a versenyzők, mert eredetileg az volt a cél, hogy ne csak fiatal szerzőket, illetve muzsikusokat fedezzünk föl, hanem hogy a Jazzy Rádió repertoárja frissüljön azáltal, hogy új szerzemények kerülnek be a körforgásba. Milyen tapasztalatai vannak a Jazzy Dal versennyel kapcsolatosan? Amikor legelőször megrendezte a Jazzy Rádió ezt a versenyt, akkor nagy izgalommal vártuk, vajon hányan fognak jelentkezni. Hát nagyon érdekes volt, mert az első két évben ugye minden várakozást felülmúlóan sokan jelentkeztek, tehát eredetileg arra számítottunk, hogy körülbelül 100-an fognak, vagy 100 dalt fognak beküldeni, de már rögtön az első évben, ha jól emlékszem, egy olyan 150 körüli új szerzemény került be. A második évben pedig egy ilyen egészen különleges szakszóval boom következett be, tehát egy robbanásszerű ugrás, mert 262 kompozíció került be ebbe a válogatandó anyagba, és arra is emlékszem, hogy 2012 őszén több mint 4 óra zeneanyagot kellett végighallgatni a zsűri tagoknak, míg sikerült kiválogatni a döntőbe jutó 10 dalt. Milyen ön számára egy jó dal? Az én ízlésemnek az felel meg inkább, hogy dallamos zene legyen, tehát ne bonyolult harmónia menetek, mert azt a rádióhallgatók nem fogják kedvelni. Ugyanakkor legyen valami jellegzetesség, ne az amerikaiakat utánozzák, hanem próbáljanak belevinni saját egyéniséget, és ha lehet, akkor legyen benne egy jó jazz szóló is, tehát ez lehet akár egy basszusgitár szóló, vagy egy gitár, vagy zongora szóló, teljesen mindegy. Az elmúlt években ezek mind szempontok voltak a zsűrizésnél, és gyakorlatilag például a legutóbbi versenyen is úgy alakultak a dolgok, hogy egy olyan dal nyerte meg, ami hangulatában popdal, jazzzenészek játszották, és volt benne egy nagyon jó gitárszóló. Miért ajánlaná ezt a Jazzy Dal versenyt az érdeklődőknek? Hát a fiatal muzsikusoknak azért ajánlanám, mert ez egy egyértelmű kiugrási lehetőség a számukra. Tudnélik, az elmúlt években az is bebizonyosodott, hogy a Jazzy Rádió a legjobb dalokat megjelenteti CD-n. Ez már sokak számára egy ismeretlen fogalom. Másrészt pedig bekerül a műsor folyamba. Tehát rengeteget fogják játszani a nótáikat, és ezáltal országosan ismerté válnak, ami mondjuk esetleg még fellépéseket is hozhat nekik. Köszönöm szépen, jó szórakozást kívánok majd a Jazzy Dal versenyen. Köszönöm én is.